Kedves barátaim, szeretettel köszöntelek benneteket. Itt vagyunk Emődön, ezen a számomra nagyon szimpatikus településen, és láttuk itt ezt a csodás művelődési házat és könyvtárat, és megkerestük a polgármester urat és az építészmérnök urat, aki tervezte, és azt nagyon készségesek voltak, és azt ajánlották, hogy nagyon szívesen bemutatják ennek a művelődési központnak a terveit, ezzel kapcsolatos információkat, ötleteket, problémákat, és ezért én most szeretném átadni Révai Tamás építészmérnök úrnak, hogy akkor amit gondol itt ezzel a csodás, így mindig így mondom, neki is mondtam, a nagykállóknak is sokszor mondtam, hogy ennek az épületnek szíve, lelke van, hogy erről az épületről ossza meg velünk a gondolatait, hogy hogyan született meg ez a csodás gondolat, ez hogyan vitelezte ki, és hogyan szolgálja ez az itteni emődi közösségépítést és az emődieknek fejlődését és a közösségét. Jó, rögtön egy pillanat. Akkor átfordítom a kamerát. Tiszteltem, Révai Tamás vagyok, építészmérnök. 92-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, építészmérnöki karon, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy viszonylag a pályám elején már közösségi épületeknek a tervezésével foglalkozhattam, kisebb településeken, Homrokdon, Sajóvámoson, Borsodszirákon, Kistokrajban, Gagybendőgyiben. Gyakorlatilag ilyen franchise rendszerben jöttek szinte a közösségi házak, és én nagyon szerettem ezeket a feladatokat. Ezek közül körülbelül a fele valósult meg, nagyon közel álltak a szívem ezek a feladatok. Ott helyben, és főleg azért, mert igazából a közösségi ház, egy művelési ház, az egy ilyen a kultúra temploma, egy világi templom, aminek a közösség formáló ereje az a temploméval vetekszik igazából. És nagy megtiszteltetés ilyen épületet, akár templomot, akár közösségi házat elhelyezni egy közösségnek a életterében. Már akkor, amikor 20 éves, 30 évesen terveztem ezeket a Borsodabau Zemplén megyei kis közösségi házakat, akkor is már az volt a vágyam, vagy a titkolt építészeti vágyam, hogy egyszer van a saját szülőfalomban, ami most már város, az innen is mindig is hiányzó közösségi házat vagy bődösebbet egyszer majd megtervezhessem. Bár tudjuk, hogy mindenki nagyon nehezen, legnehezebb az embernek saját hazájában próféta lenni, de valahogy a prófétaság most így szó, csak sikerült ezt a fajta álmomat vagy vágyomat megvalósítani azzal, hogy 2017-ben felkérést kaptam arra, hogy ezt a művési házat tervezzük meg. Bernátnak a körében ma. A művelési háznak a létrehozása az igen régi vágya volt az emődieknek. Fönt a templom szomszédságában volt egy nagyon régi épület, kb. 100 éves épület, amit moziként használtunk, volt egy kis színpada is. Néha be is lehetett fűteni, olyankor átható olajszag volt, olaj is volt a fűtési rendszer. Nyikorogtak a székek, dohos volt a levegő, penészesek a falak. Úgyhogy már akkor, amikor még az megvolt, akkor is mondogatták már, és ez a 80-as években volt, hogy Emődben kéne egy másik művelési ház, mert ez nem az az épület volt, amit föl lehetett volna rújtani igazából. Próbálgatták bővíteni, épült is hozzá egy kis könyvtárrész, de az elképzelés az hambába volt eredetileg is, mert nem volt hozzá hely, és nem volt igazából mit bővíteni. Nem működött az a művelődési ház, még végül a 90-es évek közepén nem tudni, hogy hogyan, de leégett. Úgyhogy az élet elrendezte ezt a dolgot, hogy nem próbálkoztak tovább onnantól kezdve ennek a felújításával. Az ott maradt torzóként leégve az az épület, és onnantól kezdve tulajdonképpen 22 évig nem volt Emődnek művelési háza. A hiányt csökkentette az, hogy épült egy szép iskola Emődön a 90-es évek közepén, és az eleve úgy épült, hogy annak a nagy aula terében lehetett közösségi rendezvényeket tartani, de nyilván
más... Menjünk már lejjebb egy picit, csak hogy nem, a... nem hallják rendesen. Más a hangulata egy iskolának, egy iskolaulájának, és megint más egy eleve ilyen célra épült épületnek. Több próbálkozás volt az elmúlt időszakban is, az akkori városvezetők megpróbálták ezt az űrteszt megszüntetni, és elhelyezni közösségi házat vagy művelési házat emő területén, de ezek forráshiány miatt mind hambába voltak, és igazából a tervekig sem jutott el a történet, csak megpróbálták, de nem sikerült. Maga a tervezés 2017-ben azzal kezdődött, hogy ki kellett választani a területet, hogy hol is lenne ez megfelelő. Több helyi szóba jött Emődön, ezeket bár korábban megvizsgáltuk, és végül is Bernát Mihály építész kollégámnak a javaslatára ezt a település központi nagy beépítetlen parkos területet választotta az önkormányzat, annál is inkább, mert hogy saját kézben volt a tulajdonjoga. Ez a terület hasonlóan egyébként a környékbeli településekhez, gyakorlatilag itt egy centrál park is lehetne. A település teljesen vastagon körbe öleli, körbeépítette ezt a parkos részt. Ennek az volt az oka, hogy emő dombok közé szorult település a tatárjárás ideig jött létre, akkor még a felső részből ott emelkednek a templomok is, az az ős emőd úgymond, akkor menekültek oda az emberek a tatárok elől, és itt meg is ragadtak, majd onnan kezdve építkezve költözött egyre lejjebb a falu, míg végül elérte a hármas útnak a vonalát, aztán azon is túlterjeszkedett, és a vasútat érte el, majd a vasúton túl is megjelentek épületek. Úgyhogy ahogyan a település húzódott egyre lejjebb, ez gyakorlatilag déli irányt jelent az északi dombok közül, úgy húzódott lefelé a település központ is. Tehát több lépésben, először nyilván a templomok környékén egészen fönt ott volt egy kis műszaki bolt, vegyesbolt, ott voltak az első iskolák. Aztán, ahogy elérte a hármas utat a községnek a fejlődése, egy új intézményi központ alakult ki, nagyjából félúton a templom is, ahol most állunk ahhoz képest. Ott az a hivatal, ez ugye? A fő utcája itt. Igen. Emődnek, és innen körülbelül másfél kilométerre. Tehát ott látszik, van. Igen, ott innen, az a... Nem nagyon látszik innen. Igen, a fáktól, igen, nem igen, látszik, de... Tehát ahogy a Bükkaranyos felé elmegy az út, körülbelül másfél kilométerre vannak a templomok. A katolikus és a református templom, az volt a régi magja Emődnek, a katolikus templom környéke. Aha. És mindig így jöttek lefelé. Körülbelül 750 méterre vannak az iskolák. Az iskola, az óvoda, az egykori kastélynak az épülete, amiben óvoda működik. Illetve a 70-es években jött az a település rendezési elképzelés, hogy új központot alakítanak ki Emődnek. Az akkori súlypontban, és ez mostani súlypont is egyben, lejött a település eddig a részig, és itt épült fel a városháza, itt épült. Igen, az itt annak a parknak a túloldalán van, ugye? Ottan... Igen, ott azok az épületek, az már a községnek az intézményi központja jelenleg is. És elérték azt a területet, ameddig igazából beépíthető volt ez a rész, és ezt ki kellett kerülniük, mert itt kanyargott a patak mindenfelé, többször változtatta a helyét, és ez egy mélyebb fekvési területként soha nem volt beépítve. Szántóként, legelőként ilyen formában használták. A 70-es évek végén rendezték a patakot, és azt a patakot, ami hatalmas nagy eskanyart üt le, azt átvágták és egyenesen vitték ott át az út alatt. Érdekes, hogy a tulajdonviszonyok, tehát a telek viszonyok, azok még a mai napig is őrzik ezt a pataknak az ívét is. És tehát ahhoz igazodtak. Így van. Gátszögnek hívják egyébként ezt a területet. Amikor a tervezést elkezdtük, akkor ezen a területen is két helyszín jöhetett szóba. Az egyik, az a rész, ahol ott ez a akácos van, ami közelebb van a városházához és a település központhoz, gyakorlatilag beépült volna ebbe a parknak a közepébe. Igen. Ez egy igazán szoborszerű épületet lehetett volna itt létrehozni. Ennek az volt a hátulütője, hogy egyrészt a fákat kellett volna kivágni innen, ami
mindenféle zöld gondolat jegyében, hogyha nem muszáj, akkor nem teszünk ilyet. A másik pedig, hogy a parkolókat, azokat muszáj lett volna az épület mellett elhelyezve valamilyen oldalra a parkba elhelyezni. Úgyhogy az belerondított volna a zöld felületnek az egységébe. És főleg emiatt volt az elgondolás, hogy kivesszük innen a parknak a közepéből ezt az épületet. Nyilván nem is volt, de az elképzelést vetjük el, és eltoljuk egészen addig, abba az oldalba, ameddig csak lehet. Megteremtve ezáltal ennek a emődi központi parknak a másik térfalát, a nyugati térfalát. Mert most az északi az úgy rendben van. Ott van a rendőrség, okmányiroda, a városháza és az üzletsor. Itt folyik be a patak ugye északnyugatról és folyik át a területen. És itt pedig kiukadt ez az egész, és az Arany János utca menti házaknak a hátsó kertje volt csak látható, ami méltatlan volt ahhoz, hogy igazából egy központi városi parknak a térfal szervezője legyen. Úgyhogy ide jött ez az épület, ez lett a helye. Ezt, hogy ez ide kerülhessen, azért még rengeteg egyéb más műszaki vizsgálatnak is meg kellett előznie, mert ugye mondtam, hogy ez egy mélyfekvésű terület volt, a patak kanyargott mindenfelé. Meg kellett vizsgálnunk, hogy egyáltalán talajmechanikailag, geofizikailag hol alkalmas a terep arra, hogy épületet helyezzünk el. Úgyhogy alapos geodéziai és geotechnikai vizsgálatok következtek, amik megerősítették egyébként azt a előzetes elgondolást, hogy ennek a nagy háromszög alakú területnek két helye van. Az egyik az Akácos környék, a másik pedig ez a vége, ahova éppen passzentosan el lehet helyezni egy ilyen léptékű épületet. Többi az mocsarasabb volt? Igen, az már mocsarasabb volt egy kicsit. Nem mocsár volt igazából, csak lazább. Csak, mert nem feltölti, tehát ez nem hordalékos vagy humuszos, de az, hogy a patak itt ott most a változékony, és főleg az, hogy magasabb a talajvízszint. Tehát minél mélyebbre megyünk, annál közelebb van a felszínhez a talajvíz, és azt el akartunk kerülni, hogy a talajvíz bemenjen az épület. Az is fontos szempont volt nyilván, hogy valamilyen szinten a hármas úthoz közel kerüljön a bejárat, hogy aki gyalog érkezik, egyáltalán a hármas útról is megnyilvánuljon, rendezze a településképet, és akár egy felkiáltó jelként is megjelenjen a településképet. Úgyhogy két változatot készítettünk, Bernát Mihály kollégám ezt az oldalt tervezte meg, én pedig ide, és a képviselőtestület elé bocsátottuk ezt a két elképzelést, de úgy, hogy egyébként ugyan két különböző változatot készítettünk el, de mint építészek összedolgoztunk, és megvitattuk egymással a dolgokat, és közös lett volna a végeredmény, így is, úgy is. A képviselőtestület elé terjesztettük a kétféle lehetőséget, és ők mérlegelve a előnyöket, hátrányokat egyöntetű szavazással ezt a helyszínt választották ki. Arra már egy olyan anyagot készítettünk eleve, hogy ezt elősegítsük a képviselőtestületnek ezt a választását, hogy nem csak helyszínezett, hanem már nagyjából megmutattuk a házat is, hogy ide milyen ház illene, illetve oda milyen ház illene. És azok az előzetes elképzelések azért már nagyon jelentősen hasonlottak erre az épületre. Már akkor ki lett találva, vagyis hát föl lett gombolítva az elképzelés, hogy egyrészt ennek a háznak nagyon sokféle különböző kapcsolási pontja kell, hogy legyen. Kapcsolódnia kell közvetlenül, és nyilván a főbejárattával az út felé kell fordulnia, hiszen onnan van a fő megközelítés irány. Kapcsolatot kell mutatnia a majdani parkolókkal, mert egy ilyen épületnek, 300 fős nagyteremmel rendelkező épületnek nagyon nagy parkoló igénye van. Tehát 60 parkolót kell létrehozni, különben nem kapott volna építési engedélyt. Egyébként még csak itt mondjuk, mert úgy tudom, hogy 5000 körül van a település, ugye? Így van, a település lélekszáma mondhatni éppen pontosan 5000. 80-ban, amikor a legmagasabb volt a Magyarország népessége, akkor volt itt is a legtöbb 6000 ember, de egy kicsit azokban az időkben visszaesett a elvándorlások miatt a lélekszám.
De ez az 5000 stabilizálódni látszik. Főleg úgy, hogy az a én meglátásom, de a településen élőknek is, hogy az utóbbi időben, az utóbbi 3-4 évben jelentős változás, jelentős fejlődés ment végben Emőd település képében. Csak azt mondom, hogy az 5000 főre van egy 300 férőhelyes színházterem, vagy központi terem. Igazából azért ez nem színház. Vagy úgymond, vagy ilyen művelésház, vagy akkor nem tudom, minek nevezzük azt a központi termet. Az egy nagy terem, az egy rendezvényterem, egy multifunkciós rendezvényterem. Azért nem mondjuk színház, vagy nem mondhatjuk szigorúan véve színháznak, mert a színházhoz komolyabb színpad kellene. Tehát ott zsinórpadlás, olyan nagy színpad, ahol bárhol be lehet jönni. Itt ebbe a szűkös pénzügyi korlátok mellett nem tudtunk ilyet célba venni. Úgyhogy itt mennyi volt a pénzügyi lehetőség? Az úgy tudom, olyan 4-szer. Úgy indult a dolog, hogy 300 millió forint nettó. Igen, tehát először igen. Így indult el, és ehhez kellett tervezni egy... Akkor még úgy volt, hogy 400 fős nagytermet. Ez volt az elvárás. De utána, hogy elindult a tervezés, és a vágyakat a költségekkel kezdtük durván összehasonlítani, akkor azért kiderült, hogy ezt fordítva kéne csinálni, hogy inkább 300 fős tervet kéne csinálni 400 millióból, mint sem úgy 400 főset 300 millióból, mert az egyiknek van realitása, a másiknak meg nincs. Igen. A 300 milliós költségkeret, ami meg volt szírozva, az annak elsősorban az volt az indokoltsága, hogy támogatásból ennyi pénzt, ennyi forráshoz jutott Emőd önkormányzata. Ez nyilván a választások előtti évben volt, ahol mindig a csapok kicsit megnyílnak, és akkor hogy jobban érezze magát az ember a választásokkor. Ez nem önkormányzati választást kell érteni ez alatt, hanem... 18-as ilyen választást, igen. Így van. A 400 főt pedig, amellett, hogy nem volt, nyilvánvalóan nem lett volna elég forrás rá, az vitte le 300-ra, hogy ez a 300 fős színházterem, ez egy olyan erős szabványhatár a tűzrendészeti és katasztrófavédelmi szempontokból, hogyha 300 fő fölött nagy termet akar készíteni az ember, tervezni, akkor abban olyan plusz biztonságtechnikai berendéseket kell betenni, ami nagyon erősen megdobja a büdzsét, a költségeket. Külön hő- és füsteltést kellett volna biztosítani a nagy teremnek, meg sorolhatnám, hogy mi mindent kellett volna megcsinálni, amit 300 fő alatt nem kötelező. Így is abszolút biztonságos az épület, mert minden előírás be van tartva természetesen. De nem mindegy, hogy plusz 30 millió, vagy plusz 50 millió, vagy pedig azt meg lehet takarítani. És akkor végül is akkor mennyire lett tervezve? Tehát akkor mennyi volt ennek a... A terv szerint tereprendezéssel, ami most még nem készült azért jelentős részben. Az épület igen, de a terep még nem. A tervezői költségbecslés, vagy költségvetés az a 400 millió plusz áfát súrolta. Ezzel szemben a valóság, ugye 2017-18-ban rendkívül elmentek a kivitelezői költségek. A 2008-at követő válság az építőiparra hatott a legnagyobbra. Gyakorlatilag mindenféle beruházás leállt. Aki abból élt, az kénytelen volt vagy feladni a szakmáját, vagy elmenni külföldre dolgozni, szakmunkásokra gondolok elsősorban. A építőanyaggyártók is visszavették a termelést, és amikor 2016-ban ráengedték tehát a kormányzati döntések egyszerre több oldalról pezsdítették meg az építőipart, létrehozták a csokot, az 5%-os áfát, választások voltak és ömlött a pénz a beruházásokra. Olyan építőipari kereslet alakult ki hirtelen, amit nem tudtak a kivitelezők a szokásos korábbi árszínvonalon biztosítani. És 30-40-50%-kal emelkedtek a kivitelezési költségek, úgyhogy semmi más nem történt egyébként. Úgyhogy ahol megállt ez a dolog itt, az úgy tudom, hogy 460 millió pluszáza. Tehát annyiból épült meg ez az épület, és történt egy durva tereprendezés, a finom az még várat magára,
mondjuk a finomból is sok mindent megvalósult, mert itt az elején a térburkolat, a parkolónak a térburkolása is megvan, csak pont itt ez a rész, ahova néz a nagyterem, ennek a zöld feletti kialakítása ez még nincsen meg. Aha. Mondjuk az zöld egyébként is, de hát látható, hogy és most ezek a beton elemek egyébként ezek szerintem a pataknak a rekonstrukcióhoz kellene, mert az is ment párhuzamosan a pataknak a rendezése. Azt az önkormányzat csinálta, vagy ezt? Az önkormányzat. Igen, az is. Tehát... Igen. Igazából azok az egy... volt a megbeszélés, vagy az nem megbeszélés, hanem a felállás, hogy a külső részeket az önkormányzat saját erőből készítette el, és a megnyert forrásokat az kifejezetten a magas építésre, az épületre fordították. Aha. És kiegészítették még saját erővel nyilván, mert a 300 millió forintot ki kellett egészíteni. Aha. Maga az épületnek... Tehát végülis az áfát azt visszaigényelte, tehát akkor 460 körül volt, ugye? Hát azt tudom mondani, hogy 460 nettó. Igen, igen. Volt mindennel együtt. Aha. Meg az, hogy miből épült, vagy hogy még azokról is, hogyha majd, vagy az majd közbe ment. Tehát a maga az épület építészetileg három irányban kellett kapcsolódnia egyszerre a környezetéhez. Kellett a főbeleti szinten az utca szinthez, az utca felől. Igen. Kellett a parkoló irányába, és mindenféleképpen komoly kapcsolatot akartunk létrehozni a nagyterem és a parkkal közvetlenül, hogy a nagyteremből ki lehessen szaladni, ki lehessen jönni. Igen. A parkba itt kialakítottunk egy nagyobb burkolt teraszt, ahonnan lépcsősen esetleg még egy kis mini lelátóként, hogyha itt van valami parki rendezvény, akkor még igen, ott lehet ülni, szabadtéri, igen, azt olvastuk azokat a részeket. Terve volt véve még egy disztónak a kialakítása is. Ennek most már azért csökkent az esélye, mert amikor még ez az egész disztó gondolat fölmerült, akkor még ott sokkal mélyebben volt a terepszint. De a kivitelezők az egyszerűség kedvéért ezt itt, ami mélyebben volt, azt betúrták. Elegyengedték, igen. Aha. Elegyengedték, szóval itt jelentősebbek voltak a szintkülönbségek, mint amit itt lehet látni. Igen, de még csak erről, mert ez nekem is tetszett, tehát itt akkor gyakorlatilag ez egy szabadtéri színpadként is, vagy próbál az a lépcső funkcionálni, és hogyha kell, akkor itt ez, tehát igen. Úgy van a bejárat, tehát ez a gondolat, hogy itt lehessen itt előtte egy ilyen, így van. Tehát szabadtéri rendezvényt is csinálni. A tó és a terasz közötti zöld területen, a tó partjára lehetett volna tenni egy szabadtéri színpadot, háttérben tóval és a patakkal, meg a fákkal. Igen. A lenyugvó napnak a fényével által megvilágítva, tehát pontosan úgy, hogy szépen hátalulnak az emberek a fénynek, és ha egészen jó hangulatú rendezvényeket lehetne tartani. Csak a lejtések azok kicsit megváltoztak, mondom, és már nem olyan jelentősek, mint voltak korábban. Igazából, ahogy ott lehet látni ezt a vízfelületet, annál egy ilyen 30-40 centivel volt magasabban ott. Hát itt az a rosszabb, mint a sugarek vannak. Igen, igen. Egyébként az nagyjából a talajvíz szint is. Aha. Azt használjuk csapadék víz elvezető szikkasztóra. Aha. Gödörnek is ott. Maga az épület az úgy jött létre, az első vonalak úgy jöttek létre, hogy elővettem a geodéziát, azon lehetett látni a terepviszonyokból adódóan, hogy hol ment korábban a patak, és az gyakorlatilag meghúzott itt egy ívet. És az épületnek az két részből áll, van egy belső magja, ami igen. Maga a nagyterem. A magnak a csúcsában van a színpad, mint a közösségi intellektuális DNS-nek a hordozója. Igen. Egyébként a maga az önmagában is, ugye az örökítő anyagnak az átvitelét szolgálja. És a mag többi részében vannak a nézők. És ezt veszi körbe kétharmad arányban, vagy kétharmad oldalról egy földszint plusz tetőteres karé épületrész, és ez a karé épületrész, ez tulajdonképpen az egykori patak medernek a hívét követi. A mag pedig bele van téve a úgymond mint egy sziget. Volt itt a patak, ahogy itt is jött, meg ott is jött, és akkor az gyakorlatilag egy korabeli szigetnek a helyén van. A karé épület az pedig a pataknak a meredeken emelkedő íves partja volt. És a maga a tömegformálás is ezt erősíti meg. A központi magnak a lapos tetejét erősebben kiemelkedő fényreketű veszi körbe.
ez a dolog, hogy ez a kari épület így bizonyos oldalakról védi az épületet, védi az utcazaja felől, ugyanakkor teret ad arra, hogy az erőcsarnokot és az egyéb kiszolgáló teljesítményeket elhelyezzük benne. Védi nyugat felől, viszont hagyja kinyílni a park felé és a emődnek a város központja felé. Tulajdonképpen egy ellenpontot, egy tengelynek a két végpontját hozva létre azáltal, hogy innen végig lehet látni a parkot, és el lehet látni a városházáig is. Igen, tehát a park túloldalán van a városháza és az egyéb ilyen rendőrség, meg amiket beszéltünk, ez meg a park másik oldala, egy ilyen ívvel lezárva. Plusz van még egy fontos utcája még itt Emődnek, ez vezet a vasútállomásra, ez az utca, és ez az épület szintén ennek a tengelyében van. Ennek az épületnek a tengelye, és az épületnek a fő tengelye épp a színpad közepén metszik egymást. Tehát, hogy még ez is igen ilyen. Ez így pluszba, tehát igazából egy gondolat szerintem akkor jó, legalábbis ez a tapasztalatom, igen, hogyha aztán közben, a tervezés közben olyan dolgok is egybevágnak, amire még az elején nem is gondolt az ember. És ezek mindegy egy ilyen visszajelzés, hogy na hát, igen, hogy ez valószínűleg jó út, amit nem mindenek. Menjünk lassan szerintem esetleg be. Jó, menjünk. Másak mutat az épület. Majd ott belülről még megnézzük azt a bejáratot, ugye? Vagy most itt másak mutat nyilván ebből a kettőségből fakadó. A bejáratot még egy picit még megnézhet. Az ebből a kettős funkcióból fakadóan két teljesen különböző arca van a háznak. Nyugat és az utca felől egy ilyen kicsit gyurtaszerű, bezárkózó, ilyen lesimuló, amit ki tud kerülni könnyen a szél, meg a forgalom, meg minden hasonló elem. Viszont a park felől pedig megmutatkozik a maga. Egyébként most itt teljesen így a hang is teljesen más, csak sokkal csendesebb lett itt. Éppen nem is olyan autó mondjuk. Igen, de nem az, hogy most de az egész így... Igen. Jóval mélyebben vagyunk. Aztán persze ilyenek vannak, hogy ott volt állt egy szép fa. Igen. Annak, ahol most áll az a friss, igen, dolog. Azt valahogy nem tudták megmenteni a kivitelezők, pedig egészen... Ja, az úgy volt megtervezve, igen, hogy ott az meg lesz mentve? Igen, de véletlenül neki ment valami, és az már nem nincsenek. Ültettek helyébe egy másikat, egyszer majd remélem, hogy szép meg lesz. Szóval, akkor járjuk körbe szerintem. Jó. Ha már itt vagyunk, vigyázzunk arra, hogy ugye... Igen, csak nagyon... Ez még rendezetlen terület. Ez itt a bejárata, ez is egy szép íves, tehát ilyen... Ami, ugye a többféle kapcsolási pont megfelelően egészen más szinten kellett kapcsolódni az épületnek, az épület főbejáratának az utcaszinthez, az utcaszinten, és egészen más szinten kellett kapcsolódni a park felé az épületnek. Tehát, és ezt a kettő, ezt a hatalmas színkülönbséget kicsit ezzel a lépcsőzéssel vettük, igen, olyanná, hogy emberi léptékű, úgyhogy 1 méter 80 centivel vagyunk lejjebb most, mint a bejárati padlószín. És ezt a színkülönbséget belül a hátsó üléseknek a lépcsőzésével, hogy nyilván, hogy igen, jobban lehessen látni a színpadot, oldottuk meg, és bejövünk fönt, és kijövünk lent. Jó. Tehát akkor itt volt ez a fa, ugye? Itt ez volt az utta. És akkor, ha itt egy nagy fa lesz, akkor ez egy nagyon kellemes ilyen körbe a fa alatt ilyen leülő. Igen. Itt zöld van egyébként, fű van itt. Aha. Ez egy kellemes pihenőhely. Igen. Adott esetben, hogyha egy szabati rendezvény van, akkor ezt be lehet rendezni fogyasztóterületnek is. Aminek aha, van egy bejárat, ami van még. Ja, igen, aha. Onnan föl lehet tölteni, ugyanis ez itt a személyzeti bejárat. Aha. Igen, egy picit távolabb vagyok, igen. Igen, itt lehet feltölteni a melegítő konyhát, meg ugye hátul van minden személyzeti bejárat, gazdasági bejárat, minden egyéb dolog. Innen működhetünk.
Tehát akkor ez is egy ilyen büfé jellegű, vagy ilyen kiszolgáló helység. Ugye itt lenne, itt ez, hogyha... Igen. Jó. Ugye itt állnak meg az autók, amikor hoznak valamit és viszik el. Itt pedig van a parkoló, ami igazából egy közterületfejlesztésnek a nyitánya is. Ha egyszer úgy alakul, akkor ezt az utat egyenesen folytatva át a patakon, meg lehet csinálni ott az erdőn keresztül egy útfeltárást, aha, és helyzetbe lehet hozni a patakpartnak a másik végét, összekötni. Aha. Tehát ennek most így ez a szakasza megvalósult, majd egyszer. Ha, és ez hány, itt van a hány fős parkoló? 60. 60 fős kellett. Azok itt vannak, ugye? Tehát ide állnak le itt, ugye? Itt, igen, itt igazából van egy ilyen íve, ami szintén a patakot követte annak idején, mert aha, ahol van az a nagy fa, igen, ott a patak régen elkanyarodott így errefelé, itt csinált egy kútot, ott jött vissza, és ott, ahol vannak ezek a beton elemek, ott ment vissza, és csinált, elment a túl végére. Aha. Tehát gyakorlatilag itt a domborzat, az megadta úgymond az adottságokat, vagy úgymond a... Ilyen régi, hogy mondjam, hogy a helyszelleme ezt mesélte, aha, nekünk, hogy itt egy ilyen vonalak vannak, és azok nem véletlenül alakultak ki biztos. És ahhoz kell igazodni. És akkor ezt folytatjuk, aha, azt megőrizzük. Jó. Tehát akkor itt csak azt mondom, hogy akkor van egy 60 fős parkoló, ami lett a 300 fős, nagyjából ahhoz ez volt. Tehát az a rendezvényterem nagysága adta meg a parkoló számát. Ez egy parkoló számítás, a mi építészeknek a alapbibliája, az úgynevezett OTÉK, az egy törvény, ami a legalapvetőbb dolgokat leírja. Abban benne, hogy hogyan kell meghatározni szükséges, aha, parkolóhelyet, és az szerint történt. Aztán persze ez csak annyi, hogy tehát olyan elképesztő sok szabály van, ami alapján egy építésznek dolgoznia kell, hogy ha azt mind összegyűjtenénk, akkor a könyvtár az kevés lenne rá, egy, aha, könyvtár. Ez az OTÉK igazából csak annyi, mint hogy ha ezt a szabályrendszert, a törvényeknek a címszavait összegyűjtenénk, és annak a talpamjegyzéke. Aha, igen. Aha. És ez egy 150 oldal. Aha. De és az alapján? Ez egy jól kezelhető, csak ennél sokkal több ingereket. Szóval ez itt a fő gyalogos út, ami a parkolóból vezet aha, a bejárathoz. Nyilván követi a parkolóknak a hírét, és akkor itt az épület mellett megérkezve tudunk fölmenni szépen lankásan. Még egyébként milyen téglákból vannak ezek csinálva, vagy hogy olvastam ilyen? Ezek 44 cm vastag hőszigetelő falazódokból épültek ezek a falak. Külön hőszigetelés nincsen rajta. Azért sincsen, mert ezek a falak ívesek, és a hőszigetelő táblák nem szeretik az ívet igazából. Úgyhogy ez vakolva van. De a 44 cm-es hőszigetelő falazódok az önmagában is kielégítette az akkori igényeket. Aha. Ha ez jövőre épülne, már vagy 50 centis vastag falakat kéne csinálni, vagy még külön hőszigetelésbe kéne gondolkodni, mert aha, folyamatosan szigorodnak a szabályok. Van egy épület részben alaksor, van egy igen, alaksor, van a bútoraktár, itt vannak az ablakai. Ja igen, ez az alaksornak ilyen. Igen, van a történt. Igen. És van egy tetőtér beépítés egy része, ott van elhelyezve a könyvtár, illetve a felépítés. Tehát gyakorlatilag akkor három, majdnem három szint, ugye? Igen, bár a főszint az a teljes értékű, az alaksor az csak nagyon kis léptékben van, a tetőtér az pedig az meg értelemszerűen csak a körbevevő karénak a... Karé plusz még az a szabadtéri rész. Ott, ahol legalábbis van, mert látjuk, hogyha bemegyünk. Hát az eredet az kököt, nem mindenhol sikerült ilyen csinálni a villatkőszeket. Az tény, hogy az íves eredet csatornának van egy ilyen hátránya, hogy hajlítani kell a csatornát, és ezt emberül tudják élni.
egy házasságot hoztunk létre azért, hogy az ökkerűmentesen az átmenet a külső tér meg a belső tér között. Aha. Tehát amikor az ember megérkezik és mondjuk esik az eső, itt még meg tudja igazítani a ruháját, el tudja tenni az esernyőt, kicsit azért megnézze, hogy akkor hol is akar bemenni, és közben védettebb helyen van. Ez bentről kifelé ugyanez a helyzet. Igen. Tehát ezeknek az átmeneti nyitott fedett tereknek nagyon, nagyon nagy hasznot tud lenni. Alapvetően kétféle bejárat van. Vannak ezek a nagy ajtók, amik úgy nevezett nyári bejáratok, és menekülési útvonal is. Itt ezeken keresztül haladva közvetlenül bejutunk az erősarkunkba. De ez azt jelenti nyilván, hogy ha ezt használjuk, akkor ne legyen nagy hőmérséklet különbség a kettő helység között, mert különben kimegy a meleg. A téli bejárat az ez, az most éppen zárva van, itt van egy komoly szélfogó, és azon keresztül lehet bemenni, és egyenesen a ruhatári pult elé érkezünk. Hiszen egyébként télen van szükség ruhatára, nyáron nem. Nyáron szépen bemegyek és egyenesen ott vagyok a nagyteremben, télen pedig a szélfogón keresztül a ruhatár felé tudok menni. Menjünk be, nem tudom melyik van nyitva. Ez. Jó. Egy, azt gondolom, rögtön. Azt gondolom, hogy egy jól működő művelkési háznál, a közösségi háznál nagyon fontos az... Szandi, zárd a ajtót egy pillanatra. Nagyon fontos az, hogy ne csak egy nagy terem legyen, ahol akkor vannak az emberek, mikor előadás van, vagy valamilyen rendezvény, hanem legyen megfelelő léptékű és méretű erőcsarnok is hozzá, ahol a szünetekben ki tudnak jönni, illetve az előadás után még meg tudják beszélni a látottakat, egyáltalán közösségetet élhessenek. Az pedig jellemzően nem bent van a szabad közösség életnek a tere, hanem amikor kijönnek az előadásról, és itt találkoznak egymással is. Igen, ez az aula rész, vagy ára, vagy minek hívják ezt? Ugyanakkor a karé jellegből kifolyóan lehet látni, hogy ez is szépen fordul, és veszik ebbe azt, ami belül van. Maga a nagy terem nagyon közel van a kiállathoz, vagy a bejárathoz. Tehát aki csak arra kíváncsi, az megy, jön, és nem tölt el fölösleges időt az igen, tehát itt ezen a bejáraton bejön, igen, és akkor itt szembe ott a tehát, nagy terem bejárata. Így van. Azt gondolom, hogy nem jó megoldás az, amikor egy nagy terem és a belőcsarnok között nagyon sokat kell rasszálni, egy szűk folyosó. Mert az nem alkalmas arra. Tehát igazából a közösségi kapcsolódások és események azok akkor történnek, amikor jön ki az ember, vagy megy be. És azoknak tágas térnek kell lenni, hogy elfér. Mert egyébként egy szűk tér van, és azon igen. Tudom menni, akkor nem tudok megállni vele. Igen, beszélgetni. Akkor többiek elvisznek, vagy őket megakasztom. Az a fontos, hogy amikor kijövünk, akkor ki tudjanak kerülni, hogy meg akarok ott állni. És nyugodtan. Ne érezzem magam korlátozva azzal, hogy az nekem menjen. Meg egyébként ez is zseniális, hogy sziget, tehát hogy elszigeteli a hangtól, így tehát van, az utca zaja nem jön be, meg a gépjárműveknek a szóval is moraja. Jó, jó, jó. Tehát ez az a karé része, igen. A berendezés folyamatban igen. Van, tehát... Tehát ez az a bűk, vagy milyen, vagy a ruhatár, ahova jön, ugye? Vagy a... Igen, ezt egy kicsit egészen máshogy csinálták meg. Igen. Ennek nem kell volna ennyire jönni. Aha. Megyünk tovább. Jó, jó. Szinte egy szint van. Tehát most látszik, igen, ezt mondom, hogy az íves igen. Rész, igen. Szinte szint van, így bennünket a hív. És ide dugtuk el. Igen, tudtuk el a mosókat, ami egy nagyon fontos szempont egyébként egy nagy létszámú eseménynél. Tehát amikor szünet van, akkor megrohadják a mosókat az emberek, férfiak, nők egyesek. És azt gondoltam, hogy ez legyen egyrészt eldugva, de könnyen megközelíthető. Másrészt pedig azok, akik itt várnak esetleg, hogy sorra kerüljenek, azoknak ne egy ilyen kis szűk sötét folyosón kelljen áldogálniuk, hanem legyen nekünk rendes ablak, hogyha pihenni akarnak, akkor akár egy kicsit be is tudják külülni. Ilyen zseniális. És gyakorlatilag, ha valahol felszabadul valami, akkor belemnek.
Egy szép éve már néztük, tehát valamelyiket nem tudom, hogy mi lehet, mert szépen meg van csinálva, tehát hogyha valakit érdekel, akkor ez szépen zseniális, tehát itt igényesen. Persze, nem, hát adja magát, hogy csinálva, persze, igen. Ez az ács, ez azért került be, hogy a menekülés sifonnak a hűsvíz teremtését megoldjuk. Ez csak akkor működik, ez szervező ács. Egyébként, amikor itt tűzjelzés van, mert itt adik be a friss levegő, és nem akkor, ja igen, akkor beindul a... Igen, ez. Igen, tehát akkor innen fújja be. Ficiában van egy nagy ventilátor, és azt fújja be a levegő. De ez csak akkor működik, amikor baj van. Aha. Tovább megyünk. Akkor írjuk be a könyvtár részbe, ami még nincsen berendezve. Igen, ezt tudom. Ugye erősen ütelhető a forrásokat ez az építkezés, aztán pedig a pandémia hozott sok mindent keresztbe. Tehát itt van tehát a... Tehát akkor elmentesen megnézhető könyvtár lesz majd. Annak a alsó része. Egyébként ezek itt majd a klíma beltéri egységeknek lesz igen, a csatlakozási pontjai. Az elképzelés az, hogy itt lesz elhelyezve, itt lesz egy nagy tárgya az asztal, ahol 12 fős csoportoknak kis foglalkozásokat lehet tartani. Tele lesz végig albumokkal ez a fal, illetve ez a fal is tele lesz végig albumokkal, illetve folyóiratokkal. Aha, tehát itt ez a része. Igen, itt ez a része. Itt lesz egy kényelmes előző fotel, kis asztal, olvasó asztal, megint fotel. És itt középen pedig a recepció. Aha. Tehát aki megérkezik a könyvtárból, akkor a recepciós pultos alapon áll ki, most jött valaki, és útba tudja igazítani. Aha, ja igen, tehát itt lesz a recepció, és akkor ott igen. Ha kerekesszékkel valaki, akkor itt mindent elér, de a nagy tömegű könyvek fönt lesznek, tehát a nagy könyves polcok, a regények, meg a ifjúsági könyvek, meg minden, ott viszont az van, hogy valaki itt fölmenni, nem behozza a de ezt mondta, hogy egyébként polgármester, hogy még valamilyen egyéb ilyen támogatási összegek miatt is van, hogy várat még erre ez magára, de ez majd hát nyilván... Ez... Igen, igen. A kerete már megvan, csak hogy megfelelődött. Igen, akkor... Tehát felmegyünk a másik... Ez a könyvtárnak a másik része lesz, ugye? Most ahova megyünk, ugye? Igen. Az sincs még berendezve. Csodás, ez nagyon tetszik nekem egyébként. Itt lesznek a könyves polcok. El kell képzelni, hogy minden egyes ilyen két osztok között, itt van a közvetlenül zóna, az osztokok között, és itt is egy polc, még egy polc. Tehát ha bejövök ide, akkor itt tudok keresgélni, megnézni a könyvet, kivenni, és közben a fény az rögtön megvilágít oldalra. Tehát az ablakoknak a ritmusa illeszkedik a felészék elemeknek osztokoknak. Azok meg illeszkednek a könyvtári polcoknak a ritmusához, és így azt gondolom, hogy egészen jól, praktikusan és világosban lehet könyveket keresni. Még átmegyek oda másik végén, és onnan is megmutatom az egészet. Ezek az ablakok. Köszönöm. Ezek északkeleti tárgyalásúak, úgyhogy nem kell tartani attól, hogy nyáron nagyon erős napterhelés éri a könyvtárat, tehát viszonylag hűvösben tudnak itt. Aha. És ugyanakkor meg fényez lesz meg. És fényezve. Tehát ez lesz a felső terem. Nagyon várom már, hogy a könyvtári polcok bekerülnek és ide átköltözön a könyvtár. Mert akkor kap értelmet minden. Igen, van, igen. Van, itt van. Volt egy olyan elképzelés, hogy itt egy kis lépcsőt csinálunk, és ennek a ablaknak a helyén egy ajtóval ki lehet menni a lapos tetőre, de az a sajnos a költségcsökkentési dolgoknak a oltárnak volt áldozva, és ez nem készült el. Pedig, ha itt beindul egy könyvtári dolog, akkor a tetőteraszra egy szabadtéri olvasót, egy 2-3 pingpongasztalt,
zöld növények közötti leülő padokat. Ja, még azt lehet, hogy meg lehet, nem? De utólag meg lehet még csinálni? Meg, nyilván, akkor itt még meg lehet csinálni a környiszerkedves lépcsőt még mindig, de most ilyen pillanatban ez nincsen meg. Aha. Csak de... mondom, hogy jó, megint zseniális volt az ötlet, hogy így innen megközelíthető. És itt ez a másik része, látjátok, itt a könyvtárnak. Itt ez a... Ez csak önletességként, hogy itt a... Az épületnek a tetőtérnek a beépíthetetlen vagy beépítetlen része kezdődik. Ez itt egészen sokáig el lehet itt menni, szépen így ívbe. Majd, hogy nem körbe lehet menni az épületen. Jaj, aha. Ami egyébként meg a gépészeti berendezéseknek a kezelésére is jó. Itt akkor láttuk, itt volt fent a könyvtár felső része. Itt meg ez a könyvtár alsó része, igen? Ez az alsó rész viszont éppen délután a legjobbása, hiszen a nyugati ablakon keresztül emlék be a fény. Ezt annyira felhúztuk ezt az ablakot, az annyira sem lehet, hogy minél magasabban, minél mélyebben jöjjön be a fény. Igen, tehát ezek a, az ablakokról van szó. Tehát ezen túlban nem lehet menni, de aki könyvtárban megy, az, az könyvtárban megy. Persze, igen. Hamvas Béla mondja rólam olyan, mint a könyvtár, mint a lugas, hogy ottan szépen ott meg kell pihenni is. Majd igen, csak hogy ne. Már még pillanat, hagyd mutassam el, tehát itt az aula, amiről a, az építészmérnök úr beszélt, tehát szép nagy terem is innen. Mutatjuk. Jó, igen, majd fent, csak hogy lehet látni, hogy a beszélgetésekről és a, amiket említett, hogy a rendezvények után ez szépen meg van csinálva itt. Hogy lehessen. Egyszer újra a járvány és jöhessenek az emberek. Itt van egy igazából egy irodalá, intézményvezető irodának volt az elképzelve. De ő, mondjuk az, nincs felállazva igazából, itt pedig egy olyan kis tárgyaló, ahol ilyen vezetői megbeszéléseket lehet folytatni, nem csak arra jó, hanem majd olyan jelenekre teszünk el a lakinekben. Igen. Igen. Ha nagy teremben olyan jelenekre van, hogy szűkebb körű kinyálásra van csak lehetőség, akkor a VIP vendégeket ide lehet rögtön bekísérni. És ez már egyenesetben nyílik a... Ez már egyenesetben nyílik. Aha. Tehát látszik minden. És akkor jöjjünk ide vissza, hogy bevehessünk. Jó, igen, akkor ja, itt is ki lehet jönni, hogy az aulába, vagy ez a... A nagyteremnek a előcsarnokban három helyet lehet bemenni a terembe, vagy tengelyen, a nagy 200 oldalon keresztül, vagy pedig a barinak a peremén két oldalt, a jobb oldali részhez, meg a bal oldali részhez. A kettő között ezek a kis ajtók, ezek a stúdió helyiségek. Jaj, aha, igen. Tehát ez a, itt ez a stúdió, igen. Tehát itt ezt most mutatom. Igen. Itt gondolom, hogy ilyen valami olyan aerobik, meg egyéb dolgokat. Jaj, most amiatt vannak összetolva? Így van a nyálkóta, bejött az újra. De hogyha ezek a székek a helyükön vannak, akkor sokkal szebb látványt mutatnak azért. Tehát, hogy akkor jobban tehát, betöltik, ugye? Hát akkor az kimegy egészen. Aha. Valami, így. Jaj, a második oszlopban kezdődik.
Így most nem használható a nézőtér. Ja, hogy onnan a második oszlop beáll. Tehát amúgy, ja igen, igen, még egy pillanat, hoppá. Tehát itt a második oszlop, tehát itt, nem, itt látj. Zsebre teszem. A színpadtól a második oszlop. Azt mondom, azt mutattam, igen. Igen, azt mondom, itt a színpadtól, itt a második oszlop, tehát addig kimegy meg itt is a második oszlop. A szégek kimennek, csak most a az aeróbik foglalkozások, meg ilyenek miatt össze vannak tolva jelenleg, ugye? Van egy középső tengely, egy reprezentatív közlekedési zóna. Igen? Hogyha hát, egy csak ott van egy esküvő van, vagy egy olyan rendezvények, hogy szépen mértékletesen be lehet vonulni, és helyet lehet foglalni, ahol éppen szükséges. És van két surranópálya, két oldalt. Tehát a székek... Az mit jelent, hogy milyen surranópálya, az még, vagy nem érhetem? Hát van két surranópálya oldalt. Ja, hogy ki lehet ott menni, ott arra is? Ami azt jelenti, hogy van úgy, hogy az ember úgy akar megérkezni, hogy mindenki őt figyelje, meg van úgy, hogy az ember úgy akar elmenni, vagy megérkezni, hogy nem akar feltörést kelteni, nem akarja zavarni az előadást. Aha. Erre a célra ott van ez az oldal, meg a másik oldalnak el lehet fogyni. Itt vannak ilyen falak az oszlopok mögött. Ja, igen, 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 ja, ott itt, igen, itt látom, itt ez a rész, igen, majd ez itt. Itt ugye? Igen. Tehát itt ezt mutatom, ezt itt, ugye? Itt ez itt ez az a rész, ugye itt? Igen. Jó, és akkor igen, meg tehát ott a másik termet, oldalon is látszik. A nagy termet vagy itt középen tudom elhagyni. Igen. Vagy ott az üvegfalak előtt a lépcsőn igen, fölülök. Tehát itt, igen, igen, itt, igen. Vagy itt pedig ott körbe. Azon a lépcsőn föllépve ezen a ráncrendszeren trokik ki. Aha. Na most tehát, az a helyzet. Tehát itt is el lehet hagyni, azt mondja a mérnök úr, itt is, akkor itt is el lehet hagyni, és akkor itt így körbe el lehet menni, itt ezen a nagy termet körbevevő ilyen, az mi az, rámpa, vagy igen, olyan rámpa, folyosószerű rámpa. Valami, igen. Tehát külön kihívás volt az, hogy a változatos terepviszonyok mellett, így, hogy látszódja, külön kihívás volt az a változatos terepviszonyok mellett, hogy úgy kialakítani a fő funkciókat ebben az épületben, hogy az előírásoknak megfelelően akadálymentes elérés biztosítson mindenki számára, tehát a kerekesszékesek számára is. Külön érdekes az olyan helyzetben, amikor nagyon sok különböző szinten az épületen, mint itt is. Tehát van egy bejárati szint, 1,80 m lejjebb van ott a nagy teremben a nézőtere, 90 cm-vel lejjebb hozzánk képest most a színpad, és ezt mindet el kell tudnunk érni kerekesszékkel. Lehetőség szerint úgy, hogy ne építsünk be olyan drága liftet, amit egyébként sem fognak használni. Tehát, hogy a cél az volt, hogy segítség nélkül is tudják használni ezt a kerekesszékeset. Ezt úgy oldottuk meg, hogy egy hatalmas nagy híres lábrendszert csináltunk. Tehát az körbe, ami körbe, oldalt körbe veszi, úgy van, igen. Mindjárt akkor megnézzük, de majd még akkor, igen. Ja, igen, ez az a igen, rendszer. Egyébként itt van egy szék, de ennek a széknek a helyére tudna beállni kerekes székkel a néző. Legegyszerűbben. De hogyha innen figyel az előadást és őt kihívják, mert éppen egy díjat szeretne átvenni, akkor fogja esetleg burul. Tehát igen, ez az a rám. Igen, itt mondjuk kikerüli a kamera állomány, ahol minden veszik mondjuk az előadást. Aha. Tehát ez is zseniális, igen, hogy akkor nincs útba a kamera, ami... Nincs. Mert a szükséges szerintem, hogy nem csak szemből, hanem ha egy komolyabb előadás van, akkor az több nézőpontból is veszik. Igen. És akartunk csinálni itt egy olyan helyet, ahol ezt az oldalsó nézőpontot meg lehet tenni. Aha, szép, zseniális. Látjátok innen, igen, itt is egy szép, igen. Az 5%-os meredekségű, az előadásoknak megfelelően. Rögtön csak megmutattam ezt a kameraállást, igen. Hogy melyik 5%-os meredekség, ugye? És le is értünk a színpad szintet. Hát itt is le lehet menni, igen is. Itt az, aki a saját lábán jár, az simán le tud menni. Ez a kis lépcsőn az első széksorokhoz. Hát igen. Vagy pedig, ha a színpadra kell jönni, akkor itt be tud jönni a nézőtér felől. Igen. Tehát itt ezt a lépcsőt azok is tudják használni, hogy honnan jönnek, és itt simán följönnek, illetve. 90 centes szint különbséged még éppen alkalmas arra, hogy ezt a teret, aki itt fellép a tér minden pontjából jól lehessen látni. Aha. Maga a térnek a kialakítása olyan, hogy minden pontjából a színpadnak minden pontját be lehet látni,
nyilván ebből következik. Vagy ez tehát úgymond onnan a nézőtérről minden pontját, ugye? Igen, hátrafelé a színpadnak a szélessége csökken. Tehát ez egy ilyen ívháromszög alakul a színpad, ami elég sokféle rendezvény esetén ideális. De színpad, tehát a színháznak a színpad az irányos. Igen, nagyon kell, igen. Itt azért népi táncosok is előfordulnak sűrűn, de például amikor egy száztagú cigányzenekar már nyilván nem fél el, ők már akkor ott az első széksorok helyén is kell, működnek. Aztán megyünk itt vissza. Rögtön még innen megmutatom a színpadot. Még. Tehát itt a színpad. És egyébként az emelkedő rész, ez egy fontos, nem? Tehát mert azt mondom, hogy ne síkpadlós legyen, hogy... Kell legyen síkpadló is, hogyha már jellegű rendezvény van. Igen, tehát ahhoz igen. De a színkülönbségből adódott, hogy lesz egy emelkedős rész, pontosan ott, ahol egyébként már messze vannak a színpadtól, hogy őket segítsük a rálátásban. Igen, igen, igen. Tehát ha itt jövünk, ahol megöttünk. Itt az íves rész. Rögtön. Akkor működik az, hogy itt folytatódik ez a ránta. Vagy míg oda nézőtérhez még majd lemegyünk, ugye? Vagy majd? Ez a kapcsolási pont a színpadi öltözők és a melegítő konyha meg a gazdasági részek között, majd átmegyünk ezen az autón is. Aki lehet... jön a színpadi öltözőktől, vagy pedig hátul a fellépő, ő itt a művészpenyáron keresztül tud feljönni a színpadra, ha a dramaturgia azt kívánja meg. A pükönyök még nem véglegesek, én azt remélem, mert nem így volt elképzelve. Igen, tehát itt be. Tehát ezen jönnek be, igen, és akkor ott szépen, igen. Illetve itt ez megint a rámpa rész, ugye? És nem kellett sem emelőlapot, sem liftet, sem egyéb más használatlan lépcsőjáró berendezésbe terveznek, hanem olyan természetesen működik a... Aha, igen, tehát, az egész. Tehát onnan jöttünk, tehát ott azt tudjátok onnan, és szépen itt végig körbe, és akkor gyakorlatilag innen. Tehát ez a rámpa körbe veszi az egész épületet. Itt a másik oldal pedig ez a lépcső. Belül. Aha, várunk egy picit, igen. Az épületből. Az épületből. Aha. Ezeket nevezte az építész úr, ugye, súranó pályának, hogy itt. Illetve ott van az ajtó, ami a kis tárgyalóra vezet be közvetlenül. Igen, aha. Egyszer már átjöttünk. Igen, igen. Igen, itt pedig az üvegfalon keresztül négy helyen is ki lehet menni a parkba. Jaj, aha. Egyébként csodás, mikor este ki volt, mivel pont este értünk egyszer ide, és akkor olyan szép volt a kivilágítása. Várunk, még egy pillanat, még megmutatom itt egy pillanat ezt a... Mutatta a polgármester, hogy össze vannak fogadva ott a szék, elég kényelmes székek, mondta, hogy nem nagyon olcsók, de legalábbis ilyen... Kár, hogy össze vannak tolva, egészen más a hangulata a térnek. Amikor szét van. Szépen, ívben megvannak a székek pakolgatva, minden a helyén van. Aha. És akkor nyilván itt különböző foglalkozások miatt van most ez jelenleg összetolva. Igazából 30 percet egyedül a helyére pakolnám a székeket, mert előfordult már. Mikor én akartam fotózni referenciafotózáshoz, akkor is így volt, és a helyére raktam mindent. Aha. De most ezt nem fogjuk megcsinálni, mert valószínűleg nem véletlenül. Jó, persze. Aha. Igen, igen. Tehát. És akkor ott innen, itt ott van a fő bejárat, tehát itt. Meg ezek a gerendákat is mondta, hogy valahogy itt öntötték, vagy nem tudom milyen, vagy ezekről, vagy hogy volt a... Persze, azért ez egy elég nagy fesztávú tető, tehát itt a komoly szerkezeti vastagságot kell biztosítani, hogy masszívan bírják a tetőnek a súlyát ezek a gerendák. Van benne egy logikus rendszer, nagyjából azonos távolságban vannak a körpillérek, amik egy kicsit olyan fátyolszerűen elválasztják a közlekedő zónát az igazán belső laktól, ahol a lényegi történések történnek. Részben elválasztják az üvegfaltól, meg ugye a lámparendszert, amit nem kell, hogy lássak. Igen. Nincs szükség arra, hogy itt érzékelni lehessen, hogy egy lámpa megy. Aha. Itt arra van szükség, hogy itt kijelöljük a határokat, hogy itt van a térnek az oldala,
arra célra megfelelő, azt gondolom, ez a viszonylag innen nézve magasabb oldalfal, illetve az abból. Igen, de ez csodásak az oszlopok ott, úgyhogy... A szerkezeti rendszer... Meg egyébként még nem tudom, hogy most ez tudatos volt-e, hogy ez a, én mindig így mondom, hogy nekem ilyen organikus típusúra, ezek az ívek, meg a mag, meg tehát stb. Ennek, mint a kocka, én nekem nem tudom, tehát a kocka az valahogy teljesen más lelki hatást. A kocka is egy gyönyörű forma, de az ívek is. Mindennek megvan a maga helye, az gondolom. Itt, ezen a helyen én nehezebben tudtam volna egy kockát elképzelni. Aha. Van olyan hely, ahol meg az íveket nem tudom elképzelni. Jó, hát tehát, most egy, tehát ez... egy ilyen lakónegyedbe, azt gondolom mondjuk egy ilyen... Oda én sem tudom elképzelni, de... A zöldtérnek az amorf jellege, ahogy itt kagyarogtak a patakok, itt nem is jött más egyszerűen, hogy itt ezekből kiindulva kell építkezni. És azt, ami régebben volt, az most így háromdimenziós formában. Aha, igen. Tehát akkor ezek azok a tartó pillérek, ugye? És akkor ezeket a gerendákat tartják, ugye? Ott azok ott szemben azok a... És akkor fölötte lesz majd a nagy tető. Ami, igen, ami azt kellett tartani, hogy ott a szabadidős rész miatt kellett így megerősíteni, ugye, ezt a tetőszerkezetet? Ezek bírják. És ez sokkal, ez drágította jelentősen, vagy nem tudom most ezek így a... Nem. Tehát hogyha egy olyan tető van, amit ki lehet használni még felül, vagy azt mondom, hogy vagy csak egy ilyen... Nem drágította, mert azért a hóterhek azok egyébként is azok a mértékadóak az önsúly mellett, az meg így is úgy is van, hogyha ez nem... Tehát akkor lehetne, azt mondom, hogy lehetne máshol is ilyeneket csinálni, olyan tetőt, hogy legyen, mert mit nem tudom, egy ilyen lapos tető, szóval meg ilyesmi, igen. Szóval is máshol is csinálni. Jelen pillanatban még nincsen kialakítva használhatóra, igen. Csak a szigetelés látszik, ki lehet rámerni, igen. De hogyha egyszer... De majd ezt nézzük meg, igen, majd igen. Jó, eljött a település oda, hogy azt leburkolja, illetve megcsinálja a korlátot a peremen, igen. Akkor ez egy fontos és érdekes terület. Aha, lehet. Igen, igen. Különbségnek. Közben nézzük meg a hátsó részt, és majd onnan kimegyünk a tetőre. Jó, akkor menjünk. Tehát ez az oldalsó bejárat, ugye itt ez, akkor itt van három ajtó, ugye, amit beszéltünk, hogy a... Minden ilyen van. Ja, igen, azt mondom. Ha megnyomnám, akkor bentről, akkor is ki tudnánk menni, ha minden bezárt. Aha. Jó. Helyett van az, hogyha egy iskolai előadás van például, akkor oda föl lehessen kötni és le lehessen lógatni különböző drapériákat, vagy díszletet. Jaj, aha, ezt nem is vártam még, igen. Tehát ahhoz van ki, vagy elkészítve, és igen, akkor... Igen. Azok a minden második csuklópontnál föl vannak rögzítve a mennyezethez, tehát erre komolyabb sorokat is föl lehet akasztani. Aha. Amikor bájjellegű rendezvény van, akkor az ott a nézőtér helyén kialakított asztalokhoz, meg fogyasztóhelyekhez úgy lehet eljutatni az ételt, hogy nem kell lépcsőzni. Mert itt van a melegítő konyha. Elrakva a helyére igazán, igen. Szerintem semmi, mert itt a főzőzsáblynak kell itt lenni, ott meg majd hűtőnek, meg hasonlóknak, szóval igen, tehát már még ez nem, ahogy látom, nem igazán működik, de világos, szellőztethető az egész, tehát nem egy alaksori helyzetben van azért ez az anyag. Nagyon könnyen föl lehet tölteni, megállott az autó a falnak a túlvégén, kinyitják ezt az ajtót, begurítják a kondért, ott pedig tárgyírat veszik kiskocsira, aha. És gyakorlatilag betúlják oda, és nincs veszély. Jaj, ha igen. Nem arra, hanem a itt. Ja, itt ezen a, itt ezen a szakaszon, és akkor már igen, akkor megy oda a... Igen. A... Nem találkoznak is szembejövő forgalom. Ha már itt vagyunk, akkor bármi ütség lehaladva, akkor nem
Ez az alaksori rész, hogy igen, az alaksori részre jövünk most le. Ez itt egy kis öltöző a konyhásoknak, az kellett, az elmérés volt. Ezek pedig itt a bútorraknál. Aha, hát ez az öltöző. Ez egy kisebb a belmagasság. Ja igen, a... És kerti szabad élőlényeknek a székei, illetve még itt is tovább. Itt azért az elég sok bútort el tud nyerni. Aha. Egyébként pedig ez az a ventilátor, ami kintről szívja a friss levegőt, és itt nyomja be a WC előtérbe. Jaj, aha. Tehát ez az a laksori. De mondta polgársor, lehet, hogy ha nem raktának, akkor klubteremnek is lehet, hogy majd lehet, hogy később, mert igen. Megvilágítás is. Egy-két milliárd aztán elférteni. Igen, azt mondom, igen, ilyen. Kipongozása már nem elég magas. Aha. Jó, ez a másik, ez volt, igen. Jó, tehát ez volt az alapsor. Menjünk meg sor. Jó. Ja igen, itt aha. Jó, persze, igen. És akkor egyébként fölfelé, ez már itt a személyzeti lépcsőről megyünk, ezt a vendégek nem használják. Aha. Most megyünk a tető térbe, vagy a... Hát a tető felé megyünk, de elsősorban nem a tető kép, hanem... Ezen a szinten van elhelyezve a férfi és a női színpadi öltöző. Jaj, aha. Van itt egy öltözőrész, néhány nem tudnak öltözni, de is van hozzá egy külön fürdőmosdó fürdőszoba. Aha. Ja, igen, igen, igen. Ruhanzóval. És hogyha valaki átöltözött, színpadi előadásra kész van, akkor csak bemegy a lépcsőn, és aha, be is ment hátul a színpad. Tovább megyünk. Ez a lépcső innentől kezdve már csak a fűtési helységbe vezet. Innen van ellátva az épületnek a fűtése, a gázkamerahelység. Hát igen, igen a kazánrendszer. Szépen. Illetve? Itt is a ablakok. Szivattyúk, igen. Igen. Illetve van a tetőre egy személyzeti kijárat. Igen. Tehát ha itt egyszer vagy elkészül a tető, jöjjünk a tetőre. Ez innen pont jó, be lehet látni a magnak a csúcsától. A tető védi az utcáról, az utca felől igen, az épületet. Egy ilyen kellemesebb mikrokörnyezet biztosít az itt lévőknek. És hát persze innen meg aztán lehet látni majd a... És akkor az ott, ugye, az ott a polgármesteri hivatal ott, ugye? Vagy ez itt ez az épület? Amin a tető... Na, ott a látszik a napelemek, igen, azt mondom, itt az a polgármesteri hivatal, ott van az oktányiroda, igen, illetve itt a kormányablak, meg a rendőrség. Tehát itt van, tehát akkor gyakorlatilag itt van egy szép nagy park lesz. Két épület között, tehát itt az egyik központi épület, és akkor itt meg, ahol most vagyunk, ez pedig a művelődési központ rész, tehát ez volt a koncepció, hogy itt a igen, körbe venni a... Hármas út. A intézményi központ és a művelődési ház fogja körbe igen, ezt a... Igen, tehát ott, az a, ott megy a hármas, ugye? Tehát itt ez az M3-as itt megy. Igen. Itt megy, igen. És nyilván igen, attól volt a karé. Igen, tehát ide az, amit beszéltünk ide, hogy a pingpongasztalokat, meg ilyeneket itt lehet... Igen, most még ugye itt csak a vitrómenes szigetelésen járunk. Ha egyszer elkészül ennek a burkolata, akkor lehet ezt tetőre igen, ezt figyelembe venni, de akkor egyszer el fog készülni. Persze, aha. Akkor majd nyilván el fog készülni hozzá itt egy kapaszkodó is, mert ez most még nem, igen, nem elég magas ahhoz, hogy igen, tehát a biztonságban. Ez pont olyan, hogy körül az ember,
És egy kicsit mondjuk nem figyel oda, akkor már a tetején. Igen. De ez is meg lehet. Mi van, akkor ezek el fognak tudni. Ezek a kis gombák. Megnézem, hogy itt van a másik. Jó. Van egy nagy rendezvény. Így sok-sok ember, akár egy szabadtéri esküvő, vagy akármicsoda, itt olyan az idő, hogy pont ide rendezik, akkor azon az ajtón keresztül jönnek ki az emberek, innen pedig az ételt hozzák föl. Tehát ez, aha, a szerviz ajtó, az pedig, aha, a rendőr ajtó. Hát gyakorlatilag akkor ez is így van megcsinálva, hogy ez is, igen, profi. Tehát ne ütközzenek, de mind a két oldalon, ne akadályozzák egymást. Hoznak nagy tálakat, akkor a... meg helyen kerüljük a fordítást. Tehát ez a vendégfeljáró, ugye? És ez az előcsarnokból. Csak ebből zárva van, vissza fogunk menni és menni. Jó. Ja, ugye ez az előcsarnok, ahonnan... Az előcsarnok, hogy lépcső jön fel ide. Aha. Tehát ahogy bejön a, úgymond az aulába, hogy előcsarnok, onnan rögtön ide fel, ide is fel lehet jönni. Így van, anélkül, hogy végig mennénk az épületen. Aha, zseniális. Tehát látjátok, itt ez a... És hát... Azért látható, hogy már a 2017-es szabvány is elég jó volt hőtechnikai tekintetben. Ha nem lenne jó, akkor itt azért ez a hó, ez már sokkal jobban olvadna. Ja igen, ahogy azt mondom, hogy igen, tehát ez... Tehát látszik, hogy fűtve van az épület, és nem megy el a meleg, mert ha elmenne, akkor már leolvadt volna, itt látjátok a... Ó. És innen egyébként, hogyha itt van valami, akkor innen is lehet nézni, ugye? Tehát a rendezvényt. Képzeljük el, ott van egy disztó. Előtt egy szabadtéri színpad, és akkor még akár meg is szólhat egy háttérkórus innen. Aha. És a nézők csak kapkodják a fejüket, aha, hogy mi történik. Szép, szép. A bejárva elég zegzugos ez az épület, de... Elég sok funkciót talált, én úgy látom. Benne, de ha bizonyos célra érkezünk, mert mondjuk vendégek vagyunk egy adásra, akkor nem zegzugos. Akkor pontosan tudjuk, hogy milyen áramszögbe kell mozognunk, magától érthetőnek. Ha árufeltöltő vagyok, aki a ételt hozta, az is nagyon gyorsan be tud jönni. Ha fellépő vagyok, aki a színpadi öltözőbe szeretne bejutni úgy, hogy nem a főbelton keresztül, az is bejön a személyzeti belton keresztül, ez a kis lépcső följön, majd nem egy a előadása. Tehát a sok funkció van, de ezek megfelelően el vannak egymással választva, azt gondolom. Ez egy lehetőség lett volna, de elégett erre az építető. Emögött a fa, ez nem véletlenül van itt a nyílás. Emögött a fa mögött, ha ezt kimondanánk, ez egy kis vékony válaszfal, akkor akár egy ilyen Rómeus Júliás dolog, tehát itt rögtön a színpad tengelyében van ez lemény egy ablak. Ami arra is jó lehetett volna egyébként esetleg, hogy akik itt várakoznak fellépők az előzőre, akkor gyakorlatilag ők itt kicsit tudták volna figyelemmel kísérni azt, hogy hol tart az előző is. Nagyon lehet, hogy a tévé lesz betéve, ami majd azt mutatja, ami a megoldás van. A függőnöket nagyon félreértették, az
Elég szomorú vagyok. Aha. Mindjárt még pillanat, hát innen még ezt megmutatjuk így. No, majd küldök, küldök jövőségbe. Még ott majd oda felül, vagy valahol mi lesz? Oda megyünk most, az van már hátul csak. Itt látszik a, látjátok itt az aula, és itt is van még egy lépcső rész, megnézzük. Ez is biztosít egy ilyen átlátási lehetőséget itt esetleg megállni. Igen, azt mondom, igen, a, emberrel, igen az aulára. Egy kicsit megállni, és akkor nézelődni, hogy milyen élet van. Igen. Nagyon szép. Itt. Itt a rizák fölött kialakult még egy helység, egy ilyen. Igen, az akár a felső lehet, részen, igen. Egy ilyen, lehet egy kártya, rögtön vagy akármisora. Rögtön, aha. Hát itt még egy, hát klubszoba, igen, ez ami. És itt látjátok itt a bejárat, az oldalsó bejárat. Ott pedig a tetőrész, ahol néztük, hogy még nem olvadt el a hó. És akkor, ha egy kicsit följebb jövünk, akkor a galéria szinten, ahonnan ki lehet menni a tetőre majd. Igen, megint a... Aha. Ja, ez volt az előbb bezárva, vagy ez? Én most itt ottam. Aha, ja jó. Tehát itt vagyunk, tudják. Itt rögtön ki lehet jönni, de tényleg nagyon könnyen meg lehet közelíteni ezt is. Ez. Ezt minden formára meg lehet ilyen praktikusan tervezni, vagy csak... Köszönöm. Vagy ez a forma adta, vagy a mérnök? Minden formában más lehetőségek vannak. Hát... Mert ez, hogy azonnal is feljönni, tehát ezt mondom, hogy látjátok, tehát itt feljövünk itt és akkor gyakorlatilag hát onnan a bejárattól már nagyon könnyen erre a tetőszintre is ki lehet jönni. És akkor ami szükség volt, hogy a 300 fős meg a tömegrendezvények miatt ennek az épületnek, ennek a térnek a hőségfüstölését kellett megoldani. Egyik eleme az a befogó ventilátor, amit mutattam ott a részletében. Ez pedig a másik végpontja ennek a légtérnek, és amikor tűzjelzés van, akkor ezek az automatikus nyitóben nyitják ezt az ablakot teljesen, ezeket az ablakokat sorra, és itt megy ki a füst. Aha. És ennek van egy ilyen logikája, hogy alul befolyom a füstölegőt, felül pedig elengedem. Aha. Hiszen a füst egyébként is meleg. Maga az egésznek a kialakítása is szinte egy kürtőszerűen így hozza ide a füstöt. Ha soha nem lenne szükség. Aha. Írják, hogy az nagyon szép, csak gratulálni tudnak hozzá. Köszönöm. Ez pedig már az utolsó helység, ahol nem voltunk. Ez itt nem érdemes nagyon. Aha. Mindegy, jó csak. Videózni, de... Azt tudni kell, hogy ehhez a nagy teremhez van egy ingatlan, egy szervezőgép. Aha, ez itt látjuk, ha beljebb. Igen. Jövünk. Lehet, hogy... Igen. Igazán ja, és akkor ez a nagy teremnek a szellőzését, ugye, hogy igen, folyamatosan... Ez egy olyan szellőzőgép, amelyik a tetőn nyomja ki a elhasznált levegőt, itt az ablak helyén szívja be, és
a nagy termek a szervezetését végzi, azt csinálja, hogy elszívja az elhasznált levegőt bentről a megfelelő helyeken, végigvezeti ezen a berendezésen, és ami friss levegőt szívott be, azt így gyakorlatilag egy ilyen hőcserében keresztül úgy áramoltatja egymással szembe, hogy nem keverik össze, de mire a friss levegő kimegy, vagy a rossz levegő kimegy, addig a melegét átadta a beszívott friss levegőnek. Jó, hogy még az, és tehát, hogy intenzív, nem hűti annyira, intenzív ugye? Szervezetés mellett is benn marad a meleg. Aha. Tehát hideg levegőt szív be, de hideg levegőt is fúj ki. Aha. Itt benne meleg van, és friss levegő. Szép. Ezek ilyen szervizhelységek, amik nem látványosak, de ez is kell. Aha, de még fontos, igen, igen. Meg itt megint innen fentről lehet, hogy az aulát... De egyébként még láttunk ott, mintha ott felülről is lehetett volna nézni ugyanilyen térből a színház, vagy nem, a... Nem, nem volt ott, vagy ez a könyvtárba tudtunk lenézni, ugyanígy. Ja, az a könyvtárból volt, igen. Aha. De úgy, hogy a könyvtárból a színház, vagy a rendezvényterembe ott nem volt, vagy nem? Ott nincs rendezvény. Akkor, aha. Még ott a színpadteremnél szerintem ott fejezzük be, jó? Ott egy kicsit, hogy az legyen. Itt szerintem. Tehát. Csodás. Még mérnök úr, vagy építész úr akar még valamit itt a nézőknek, hogy hát, akik végigkövették itt. Hát nagyon örülök, büszkeség erre az épületre, és... Meg még említett, hogy valami volt valami, hogy nyert valamit, vagy nem tudom, hogy valami... Kit... Ja, az mi volt az? Vagy? Volt elégkes, csak az, hogy az épület most nyert egy kisebb díjat. Igen, inkább díjat. Általában a megyei építészkamaráknál, így a Borsod-Abolyzentőnél építészkamarának is van egy saját építészeti díja. Ezt hívják Szeghalmi Bálint építészeti alkotói díjnak. És ezt az épületet 2020-ban neveztük el a díjra, és meg is nyerte a középület kategóriában ezt a díjat. Gratulálunk, szerintem ez is. Azt gondolom, hogy ez is egy tehát az szakmai berkekből, hogyha ezt sikerült, akkor azt gondolom, ez is magáért beszél ez a díj. Meg és annak örülök még külön, hogy úgy érzem, hogy a település lakói, döntő részben, ez azt jelenti a döntő részben, hogy mondjuk 98-99%-ban magukénak érzik ezt az épületet, ahogy én érzékelem. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt látni az örömet és a büszkeséget az emberek arcán, hogy ez a miénk. És jöttek, és amíg nem tört ki ez a járvány, addig rendszeresen tele volt az épület, és különböző színpadi zenés előadások. Miskolci szimfonikusok jöttek. Van emlőden egy jazz, nagy létszámú jazz zenekar, meg tudják tölteni. De a 300 az gondolom, hogy az egy pont jó. Aha. Ennek a településnek. Azzal a lelkesültséggel együtt, hogy ki voltak éhezve az emberek arra, hogy legyen nekik egy ilyen saját maguknak tudott és érzett épületük, és lelkesen jönnek. Meg szívesen jönnek vissza is, tehát azt mondom, hogy elmond. De majd reméljük, hogy elmúlik, hogy elmond. Jó, az. Jó, már... És kívánom a nagykálójaknak, hogy
hogy ők is egy olyan helyen ünnepelhessék a hétköznapjaikon túlmutató eseményeket, amiket teljes szívükből magukénk éreznek. Jó, hát köszönöm. Mi is nagyon köszönjük, reméljük, hogy ez ötleteket fog adni, aztán reméljük bizonyos szempontból fogjuk tudni abba az irányba alakítani, hogy hasonló közösségi élmény legyen majd ott is olyan épület révén, ami igen, megfelel ezeknek a céloknak. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak a helyi energiák. Tehát itt én emőriként tervezhettem ezt az épületet emőtnek, és ez egy plusz motivációt jelentett. Nyilván Nagykálló környékén is megvannak azok a szeremenergiák, amiket hatva lehet fogni. A helyi intellektuális mozgatórugók. A másik pedig az, hogy az kevés, hogy valaki helyi, hanem érezni is kell a helynek a szellemét, és beszélgetni tudni kell vele, mert a hely szellem az mindig mesél, az építésznek kötelesség ezt meghallgatni. Aha. És lefordítani olyan időtlen alkotássá, ami a időben változó emberi folyamatokat képes lekövetni. Tehát, hogy igazából az építészet az, ha úgy vesszük, akkor nem más, mint az embernek a körberajzolása. A ember körüli teret alkotjuk meg, de ez nem csak háromdimenziósan, bár maga az eredmény az háromdimenziós, de ez a folyamat ez négydimenziós, tehát az időt is figyelembe kell venni, olyan épületeket kell emelni, ami nem csak akkor tudja betölteni a funkcióját, amikor éppen megépült, hanem a következő nemzedékeknek is alkalmas helyet kínáljon a saját igényeiknek. És ez egy sok szereplő, sok dimenziós gondolkodást igényel. És szeretem az ilyet. Hát ez látszik, mert mondtuk, hogy látszik, hogy élettel megtölthető, meg amit mondtuk, mivel van lelke szíve az épületnek, profin meg van tervezve sok funkcióra, nyilván ez szerintem ez meg fogja, úgymond, vagy be tudja tölteni azt a szerepet, hogy a közösséget nagyon jól össze fogja tudni kovácsolni és fejleszteni, és nyilván az eljövendő generációknak ez azt gondolom, hogy nagyon is a javát fogja szolgálni. Kivitelezőknek fel volt adva lecke, mert azért nem volt az egyszerű épület, meg nem az épület, amiből óriásig lehet kaszálni. Tehát, hogy ezt nagyon olcsó meg lehet csinálni drága pénzért. Tehát nem az a típusú épület ez, hogy amit... Igen. Ez nem az a típusú épület, amit olcsó meg lehet csinálni, de úgy, hogy sokat elkérhetek érte. Aha. Mert itt minden pillanatban figyelni kellett, hogy mi hova kerül, aha, meg mi hogy. És szerencsére egyébként a Mezőkövesdi Szilvási építőipari Kft. Volt a kivitelező, akik egy olyan fiatal építésvezető delegáltak ide, aki már a tervekből szerette ezt a házat, és szerette volna minél jobban megcsinálni. Aha. És megvolt hozzá a kellő gondolkodás és elemző képessége, Farkas Áronnak hívják egyébként, és az ő munkája nagyon vastagon benne van abban, hogy ez a ház így sikerülhet. Aha. Az a helyzet, hogy ugye egy ház csak akkor lehet jó, ha tetszik az építetőnek, tetszik az építésznek, és jön egy jó kivitelező, aki szintén. Ez a három kell, mind a három. Hogyha a háromból bármelyiket is kivesszük, az nem lesz jó ház. Tehát polgármester úr is magáinak érezte, és elképesztő sokat dolgozott azért, hogy ez a ház így megépülhessen. Elsősorban az ő nevét kell megemlíteni, mert azt még el kell mondanom, mint vezérelvet, hogy a jó építészethez nem csak építész kell és kivitelező, de legfőképpen építető, aki rendelkezik azokkal a forrásokkal és reális építési programmal, amit az építész formába tud önteni. A kivitelező pedig tárgyasítani tudja és megvalósítani. Tehát amíg jó építész nélkül nincsen jó építészet, addig építetni. Tehát kell egy jó megrendelés is. Építetni nélkül egyáltalán nincsen építészet. Aha, tehát a megrendelő nagyon fontos, hogy azoknak. De én úgy hallottam itt polgármestertől, hogy ő elég úgymond így bevonják a civil
kurázsit, és a testület is teljesen összhangban működik, és mindent nem, megtesznek, úgymond. Nem a széthúzásra jellemző, hanem együtt mozdul. Igen, de ez is úgy, hogy nyilván mondta, volt olyan időszak, amikor volt, az utána egységesedett. Igen, tehát ott ez, is a... ez egy karakteres vezető, az elképesztően fontos, hogy mindent meg tud változtatni. Igen. Karakteres és hiteles. Tehát ez nagyon fontos, hogy hiteles legyen. Igen. Akinek elhiszik a dolgokat, és tényleg... Az tényleg úgy is van, ahogy mondja. Igen. Tehát ha valamit kér egy hiteles ember, akkor az ember nem azzal kerül lepapírozza a dolgokat, szerződéseket ír, biztosítékokat fogalmaz meg, hanem megcsinálja, mert rendben lesz úgy is. Igen. Az látott meg, csak mondom, hogy mondta, hogy ilyen az ő gondossága és lelkismeretessége az ilyen maradinak tűnik, azt úgy mondta, de azt gondolom, hogy pedig az ilyen embereket kellene, meg az ilyen, azt gondolom, építészeket kellene egyre jobban, úgymond a középpontban meg példaképként állítani, mert valójában annak vannak ilyen szép gyümölcsei, tehát hogyha mondom, lelkismeretesen, hivatástudattal rendel, vagy intézik az ügyeket, akkor látszik, hogy a gyümölcse jó, de ahol meg én is azt mondom, ahol nem látom a hivatástudatot, meg a megfelelő elkötelezettséget, akkor ott pedig mindig csak a problémák jönnek. Sajnos, igen, na mindegy. Jó, akkor... Köszönöm, azt hiszem, hogy ennyit jó. Jó, mi is nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy kellő inspirációval szolgál még a helyi tervekhez, aztán meglátjuk, hogy milyen irányba fogjuk tudni. Akkor... Ha bármilyen is segítettem, akkor jó. Szívesen tettem. Jó. Nagyon szépen köszönjük, és akkor Révai Tamás építészmérnök urat hallottuk. Jó. Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy még ez rajta van. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és bízunk benne, hogy ezek az ötletek, amik elhangzottak a Nagykállóban terveket készítő mérnöknek is, és az ottani tímnek, akik képviselőtestületeknek példaként, meg mondom, inspirációként fog szolgálni, és reméljük, hogy ezekből olyan ötletek fognak születni, amik ott még jobbá és még közösséget szolgálóbbá fogják tenni a helyi művelődési központ építését. Annyival, ha szabad. Bármi, igen. Hogy igazából nem ötletről van szó, ötletekről, mert akkor nézegethet az ember építészeti folyamatokat, és kiválaszt valamit, ami újra jó ötlet, és azt csinálom meg. Igen. Itt az a lényeg, hogy a helyjel és az ott lévő emberekkel, az ott lévő történelemmel, és a helynek az energiáit kell tudni áramoltatni és formába önteni. Akkor ez a ház nem lehetne sehol máshol, nem lehetne Pécsen, nem lehetne Nagykállóban, nem lehetne sehol. Ez innen nőtt ki, ez csak itt érzi otthon magát. Tehát mindenhol olyan tehát egyedi kellene, igen. Ahol az csak ott lehet. És akkor jó igazán egy ház, hogyha az mintha mindig is ott lett volna. Igen, tehát egyedi legyen, ne egy ilyen tucat típust, hanem egy olyat, ami onnan ez lehet, helyi hagyományokból. Ha olyan a hely, ez lehet kocka, ez lehet téglalap, lehet hosszú, lehet magas, vagy lehet organikus. Minden hely más, minden helyre más ház illik, de még olyan is van, hogy egy helyre többféle házat is lehet, többféle jó házat is lehet tervezni. Aha. Tehát ezt távolról senkinek nem tisztel előtteni. Jó. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm. Isten áldását kérjük a további munkájára. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Minden jót.